Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a narcisztikus kapcsolatok utáni élet. Útmutató a boldog párkapcsolatokhoz. A narcisztikus kapcsolatok azok mély nyomot hagynak az érintettek lelkében, manipulációk, az érzelmi visszaélés, a folyamatos önbizalomrombolás hatásai, azok hosszú távon is érezhetőek. De vajon lehetséges-e újra boldog párkapcsolatot építeni egy ilyen traumát követően valaki mással? A válasz az, hogy igen, lehetséges, de nem azonnal. A probléma a mai felgyorsult világunkban, hogy egyszerűen mindent azonnal akarunk. Nem szeretnénk, hanem akarunk rögtön. Tehát nagyon sokszor sietetünk dolgokat, erőltetünk, nem hagyjuk, hogy a dolgok a saját medrükben, vagy éppen a saját ütemükben folyjanak. Tehát kezdjük akkor az elején. Aki traumatizált, annak valószínűleg egy másik traumatizált ember lesz az otthonos lelkitárs és vonzó számára. Tehát sokszor jön az a kérdés is, hogy két traumatizált ember tud-e jó párkapcsolatban élni egymással? Természetesen tud, ha kezeltették a fel nem dolgozott traumáikat. De ne menjünk ennyire előre. Tehát tételezzük fel, hogy adott kettő személy. Mindegyik fél egy narcisztikus romboló kapcsolat után van, tele vannak sérelmekkel. Tud-e működni a kapcsolatuk? Ideig, óráig biztosan, hogy tud, de tartósan nem. Hát vonzóak egymásnak, mindegyik fél bántalmazó kapcsolatból jött, azt gondolják, csak egy hasonló ember értheti meg őket igazán. Aki szintén átélte ezeket, lelki társat látnak egymásban. Ez eddig mind szép és jó. De nézzük meg egy kicsit jobban, egy kicsit mélyebben. Mi van ezekben az emberekben, akik sérülést, traumát szenvedtek el? Hát tele vannak fel nem dolgozott sérelmekkel. Egy narcisztikus kapcsolat után jó eséllyel kialakul empátia deficit is, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk már olyan empatikusak másokkal, mint amilyenek hajdanán voltunk. Hiszen egy bántalmazó kapcsolatban az emberi elme automatikus védekezési rendszere, hogy érzelmileg lezárja magát a bántalmazó féllel szemben, pontosan azért, hogy ne sérüljön jobban. Aztán egy narcisztikus kapcsolatban, hát jó eséllyel meg is csaltak minket, folyamatosan hazudozott, degradált a narcisztikus, tehát ezáltal az önbecsülésünk és az önértékelésünk az eltűnt, már nincs önbizalmunk, mindenben és mindenkiben kételkedünk. Tehát mondjuk ki, nem vagyunk jóban magunkkal. Nincs bennünk lelki béke, csak frusztráció, kettősség, harag a sérelmek miatt, haragszunk önmagunkra, hogy nem vettük idejében észre ezeket a jeleket, és elmentek hosszú évek is, akár egy ilyen kapcsolatra. Tehát tele vagyunk negatív érzésekkel. És sokkal több benned a negatív, mint a pozitív. Így akarsz egy másik traumatizált emberrel harmonikus párkapcsolatot kialakítani, akiben hát szintén ezek az érzések vannak. Azt gondolod, hogy majd egymást meggyógyítjátok. Mindenki azt vetíti ki a környezetére, ami benne van. Mit gondolsz? Egy narcisztikus miért rombol maga körül? Mert ez a hóbortja? Nem azért. Azért, mert azt vetíti ki, ami benne van. Tudod, mi van egy narcisztikusban? Harag, düh, frusztráció, irigység, féltékenység. Csupa negatív. És kb. Ez van egy traumatizált emberben is. Tehát ha most adott két traumatizált ember, akik vonzónak tűnnek egymásnak, mert lelkitársat látnak egymásban, ez idáig mind szép és jó. De könyörgöm, tele vannak negatívval. Tele vannak fel nem dolgozott sérelmekkel. Nincs önbizalom, nincs önbecsülés. Tele vannak kétségekkel, hiszen jó eséllyel megcsalták őket, bizalmatlanok, stb. Ezek a dolgok pedig mindent tönkre vágnak. Ezeket fogja a két fél kivetíteni egymásra, ami bennük van, és egy traumatizált emberben ezek vannak, félelmek. A félelem pedig mindent megöl. Amikor ezt elmondom vagy leírom, szokott jönni néhány ember, aki azt mondja, hogy ez hülyeség, hiszen talált magának társat, és működik rögtön egy toxikus kapcsolat után. Erre én csak azt mondom, tényleg? Működik? Térjünk vissza erre a témára néhány év múlva, aztán majd meglátjuk, hogy akkor mit mondasz. Valószínűleg valamelyik narcisztikus
csoportba kérsz tanácsokat, hogy mit tegyél, hogyan szabadulj meg a narcisztikus párodtól. Amikor két traumatizált ember összeáll, az a dinamika nagyon hasonló egy narcisztikus dinamikához, egy narcisztikus kapcsolathoz, hiszen mind a két fél tele van fel nem dolgozott traumákkal, kezeletlen traumákkal. Így ezt vetítik ki oda-vissza egymásra. Aztán kész is a toxikus kapcsolat receptje. Ha szeretnél egy jó receptet egy igazán jó kis toxikus kapcsolathoz, hát akkor az úgy néz ki, hogy álljon össze két ember, akinek kezeletlen traumái vannak. Kész is a toxikus, mérgező kapcsolat. Ne feledd, ismét elmondom, mindenki azt vetíti ki a környezetére, ami benne van. A narcisztikus is ezt csinálja, ezért rohad mindenki körülötte. Ez olyan, mint amikor az egészséges gyümölcsök közé beteszel egy rothadó gyümölcsöt. Nézd meg, mi fog történni. Próbáld csak ki. Tehát akik voltak bármilyen toxikus kapcsolatban, az nem egy működő recept, hogy a fel nem dolgozott traumáinkkal egy másik kapcsolatba megyünk. Mert tönkre fogjuk azt a kapcsolatot vágni. Tehát tedd rendbe magad először, akár egy terápiával, egy képzett szakemberrel, hogy aztán miután feldolgoztad a traumáidat, ne traumatizálj másokat. Hát ez lenne az első lépés. Hát de mivel az embereknek ugye 70% az átugorja ezt, és arra vár, hogy majd egy másik ember megmenti őt, majd vele boldog lesz, vele minden más lesz, stb. Így kész is van a következő diszfunkcionális párkapcsolat. Tehát mindenki csak saját magát tudja megmenteni. Az embereknek pedig az egyik legnagyobb hibája, hogy mástól várja el a saját boldogságát. Ha te nem tudod magad boldoggá tenni, akkor a környezeted is boldogtalan lesz, és nem tudnak ők sem boldoggá tenni téged. Tehát akkor van két fő dolog. Tehát az egyik önismeret és gyógyulás. Az első lépés a narcisztikus kapcsolatok utáni újrakezdésben. Tehát ez az első lépés, hogy meg kellene tenned. A narcisztikus kapcsolatokban átélt traumák, azok nagyon mélyen beépülnek az érintett személy pszichéjébe. Az önismeret és a gyógyulás nem csak a múltbeli sebek begyógyításában, hanem az új egészséges kapcsolatok kialakításában is kulcsfontosságú. Tehát az önismeret az lehetővé teszi, hogy megértsük, miért kerültünk narcisztikus vagy bármilyen más toxikus kapcsolatba, és milyen mintákat követtünk, amelyek hozzájárultak a kapcsolat kialakulásához. Tehát az önismeret segít felismerni a saját értékeinket, a saját erősségeinket, és a gyengeségeinket is. Tehát aki jó önismerettel rendelkezik, az tudja az erényeit, de tudja a hibáit is. Tehát ezeket el is tudja fogadni, hogy igen, vannak hibáim, hiszen én is ember vagyok. A narcisztikus kapcsolatok gyakorta érzelmi, pszichológiai és néha fizikai traumákat is okoznak. A terápia különösen a traumára specializálódott terápia, segíthet az átélt események feldolgozásában és a sebek begyógyításában. A narcisztikusok nagyon gyakran alássák az áldozat önbizalmát. Az önismeret segítségével viszont újra felépíthetjük az önbizalmunkat, megerősítve a saját értékünket, képességeinket, amik elvesztek egy narcisztikus vagy bármilyen más toxikus kapcsolatban. Tehát az önismeret az lehetővé teszi, hogy jobban hallgassunk a belső hangunkra is, az intuíciónkra, amely segíthetnek abban, hogy ne kerüljünk újra ilyen káros, toxikus kapcsolatokba. Tehát traumatizált embert fog jó eséllyel bevonzani. Egészséges ember pedig egészséges embert fog bevonzani. Tehát dolgozz fel a traumáidat, legyél egészséges, és egészséges életet fogsz élni. Fontos megérteni, hogy a gyógyulás nem történik meg egyik napról a másikra. Tehát ez egy folyamat, sokszor ez egy hosszú folyamat. Adj időt a gyásznak, és adj időt magadnak is. A terápia mellett más dolgok is, mint például a meditáció, vagy éppen a naplóírás, vagy akármilyen más csoportos foglalkozások, vagy önismereti könyvek szinte segíthetnek ebben a gyógyulási folyamatban. Tehát összefoglalva, az önismeret a narcisztikus kapcsolatok utáni újrakezdés alapja, a múltbeli traumák megértése és feldolgozása, valamint az önbizalom újjáépítése
elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges és boldog kapcsolatokat alakíthassunk ki a jövőben. A kettes pont, amit én még nagyon fontosnak tartom, és beszélek most róla, az pedig a kommunikáció. Tehát az egészséges párkapcsolat másik alapköve egy narcisztikus kapcsolat után a kommunikáció. A kommunikáció az egyik legfontosabb eszköz, amely segíthet az embereknek megérteni egymást, és megoldani a konfliktusokat. Különösen fontos ez azok számára, akik valamilyen toxikus, akár narcisztikus kapcsolatban voltak, ahol a kommunikáció, hát az nagyon gyakran torzult volt, de leginkább manipulatív. A narcisztikus az futtat egy eltorzított, alternatív valóságot, ezért nem találod meg vele sohasem a közös hangot. Az őszinteség a kommunikáció alapja. Tehát mindkét félnek nyíltan, őszintén kell kifejezni az érzéseit, a gondolatait, az aggodalmait, anélkül, hogy félnie kellene a retorziótól, vagy a manipulációtól, vagy éppen a passzív-agresszív viselkedéstől. Az aktív hallgatás gyakorlása. Ez nagyon fontos. Az aktív hallgatás az azt jelenti, hogy teljes figyelmet fordítunk a partnerünkre, amikor beszél, és igyekezünk megérteni az ő nézőpontját. Ez segít abban, hogy a partnerünk azt érezze, hogy értékelve van, meg van becsülve, meghallgatva van. Aztán ott van a konfliktus kezelés. A konfliktusok azok elkerülhetetlenek. Minden kapcsolatban lesznek konfliktusok. De a megfelelő kommunikációs eszközökkel ezek konstruktívan kezelhetők. Tehát fontos, hogy kerüljük a, például amit a narcisztikus csinál, a hárítást, vagy a vádaskodást, a támadást, és helyette keressünk közös megoldásokat. Tehát az egészséges felek, azok mindig kompromisszumképesek. A kommunikációs készségek, azok fejleszthetőek terápiával. Menj el tanfolyamra, vagy olvas önsegítő könyveket. Tehát minél jobban kommunikálunk, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb lesz a kapcsolatunk. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, remélem így érthető volt ez sokak számára. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én mára köszönöm a figyelmet.